No de, most remélhetőleg nem fogja robbanni az arcocskánk. Nem lenne túl jó, nem igaz? Várni kell. És mi várni fogunk. Legugolok inkább. Nem gyors mentek egyet még mielőtt megint lerobbanna az arcunk. Á, frankok. És nyissuk ki ezt a teleportot, hogy átjöhessenek a barátunk. Remélhető, hogy nem észrevegyek le azokat az embereket. Nem, mint földön kívül. Oh, hello, haver. El valaki már egyből megölni. Szegény földön kívül. Többet sajnálom a sehod. Na, mit fog csinálni vele, Elliot? Itt esedezik az életért. Mondjuk lőtt szarra. Nem, hogy mennyire kancsa legyen, mert... Franco, kezd fogyni az életem. Gyerünk, ölt már meg. Na, mindegy, Sally. I sure hope they don't figure out where we are. This time I don't think they're going to put me back in the cell. Ja, most inkább egy hullazsákban nyomnának. Na, inkább nézzünk itt körbe, hogy mi folyik itt gyöngyösen. Ó, itt van lent a föld. Ja, már kicsit halott a bolygó. That's really something. Almost enough to make you forget we're running for our lives up here. Sorry, I should get the door. Hang on, okay? És ez a baszott fényes hely az azt jelenti, hogy éppen a napocska a felett van? Én ezt nem értem. Ennek nem kéne ennyire fényesnek lenni, mert nem tudom, hogy néz ki a föld pontosan az űrből, mert többnyire az ember csak illusztrációkat lehet az interneten. Ilyen teljes képet nem nagyon. Én nekem is nem találkoztam el. Lehet, hogy butaságot beszélettem el aktuális képet. Nyan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 
De figyelmes ez a lövés volt, hogy milyen erő volt ez. Wow! Did you see that? Scary, but also kind of a stupid move on their part, don't you think? Pretty obvious, wasn't it? They're putting on a big show trying to scare us. Means we're getting under their skin. That's a good thing. Of course, now it looks like we've got a big death ray thing we need to take down before they blow up the whole damn planet. But it's nice to know we're having an effect, don't you think? Fogjuk rá. Na? I sure hope they don't... Bla bla bla. Aliens. Bla bla bla. Neked is. Figure out where we are. Na menjünk tovább inkább. Ja, ezt mondtad az előbb is, Ribi. Kecsak menjünk tovább erre, vagy itt. Ezen az ajtón kell tovább menni? Oh no! They turned this one off too! You're going to have to find the other end and turn it back on. Elmegyem. Good luck! We'll stay right here and wait for you. Elmegyem, Sally. Elmegyem. Gondolok, hogy át kell mennem a fegyverlaborba, ami elég faszán hangzik, mint nem mondjuk. Lehet szerezni egy perket is, azt hiszem. Na, túl lehet terhelni ezt, de most nem arra akar kitérni, hanem lehet szerezni egy perket is, meg egy különleges földön kívüli fegyvert, csak meg kell találnom, hogy hol van pontosan, mert halvány fogalmam sincs így per pillanat, ezek áttak menni? Nincs benne energia? Ki gondolta volna? Nem itt a környéken, milyen földön kívüli életforma? Ott van egy torony felettem, éreztem, hogy lesz itt valami túlpírség. Nézzük csak, hogy mi lesz, ha összevézek a toronnyal. Rendben, rejtőzve maradok. De vajon meddig lehet, hogyha egyből kimegyek a földön kívül elő, akkor észrevesznek? Én aztán nem tudom. Én inkább csak mozogjunk tovább, aztán majd improvizunk valami. És mögöttem repül valami, vagy... Most jöttek át ezen a teleporton, mi? A robotot simán deaktiválom. Földön kilenc meg simán golyót eresztek a fejébe, szóval nincs itt semmi baj. Mondtam én. Lássuk csak. Aztán még szerintem a robotot is elintézem, mert miért is ne? XP.
55? Nem is akármennyi. Az egész sok. Ez jó, mikor egy ellenség ilyen sokat ad. Vele meg nem tudom, mikor fog végezni, de odafent van egy élettöltő, szóval oda simán fel lehet majd menni. Lehet, hogy csak egy kis munkálat után, de előbb-utóbb biztos. Aktiválom az ajtót, mert be akarunk menni. És itt bent volna egy droid. Óvatosnak kell lennem. Nem tudom, hogy ki akarja a véremet. Na. És itt valahol lesz egy különleges Battle Cup játék, azt eltesszük, hogy póni. Ez egy különleges ilyen atomikus porlasztó és valamelyik ilyen ládában, hogyha jól emlékszem. Nem biztos, hogy ezeket meg fogom találni. Jajjaj, erre nem számítottam. Honnan fog jönni a barátocskánk? Na mindegy. Még szegényeket totál megőrül, addig én itt elintézem a többit, nem igaz? Bumafejben. Nem ismerem már pontosan a dolgokat ezen az űrhajón. Nem emlékszek teljesen, hogy merre kell menni, meg hogy... Azért, hogy meg tudjam szerezni azokat a fegyvereket, de előbb vagy utóbb úgyis megvesznek. Lehet, hogy nem úgyis, lehet, hogy inkább csak hagyom őket a francba, mert úgyse fogom használni. Attól még, hogy felfedeztetem a elektromos fegyvereket maximumra, az nem azt jelenti, hogy használni is szeretném őket. Ott még sokkal jobban szeretem az ilyen ólomlövedékes dolgokat. És te keresel engem, nem igaz? Valóban, hát akkor megtaláltál, haver, csak még várj egy pöppet. Na, megtaláltál. Pont most, amikor elfelejtesz, na mindegy, akkor neked rakok a zsebedbe egy gránátot, mit szólsz hozzám. Észrevettél, szóval golyót resztünk inkább a fejedben. Nekem ez az összes megteszi. Az összes módszer, csak hallj meg. A lényeg az, hogy hallj meg. És ez a gomb fogalom sincs, hogy mi a rákot csinált. Abba felesleges bemennem. A környékenre kell lennie egy robotnak is. Lehet, hogy pomos van alattam, vagy felettem, van még egy emelet? Hát ez kizár dolog, már nem tudom. Ez az ajtó meg minden bizony el van blokkolva, mert elé toltak egy ilyen szart. Ja, hozzáférhetetlen ráadásul. No, de mindegy. Nem az a jó irány, ahol az előbb mentem, hanem tovább kell erre menni. Szóval le megint a lépcsőn, aztán indul egy másik irányba. Attól tartok, de ez lehet, hogy nem biztos. Ja, akkor menjünk el a másik irányba. Se baj. Csak ezt az meg, hogy fogom aktiválni ezt az ajtót. Előbb a fenti gombot megnyomtam, nem igaz? Tehát, hogy itt lent is van egy gomb. Nem működik ez sem. Itt van még a közelben egy droid is. Itt kell lennie valahol. Franco. És ilyen sok izét itt hagytam volna. Epoxid. Lehetetlennek tűnik, mint hogy a totálát néztem volna a helyet szerintem, de... Se baj. Na most komolyan, akkor hogy tudok én tovább menni? Ezt deaktiváltam, ezt az utat. Vagy mi? Nem tudom, mi történik. Őszintén bevallom. És te itt, te is keresel engem? Nem vagyok benne. Oké, most már nem keresel, akkor nézzük meg, hogy a zsebedbe elfér-e még egy granát? Á, valóban elfér. Zsír! Ajaj, most viszont megint óvatosnak kell lennem. Nem bánok semmit. Na, mit kéne? Ennyit elrakok róla, aztán ciao. Ott van egy teleport, ami működik viszont. Hogyha jól látom, működik, de letettélek. Nem működik. Akkor csak egy irányunk van. Valóban csak egy. Viszont ez itt egy nagyobb helyre ágazódik szét, ami lehet, hogy csak egy irányból folytatható, de elég nagynak tűnik. És ott van egy lépcső is a távolban, de még átnézem ezeket a ládákat. Értékes idegen epoxi, meg az ilyenek fontosak-e? És
most azt sem akarom, hogy Orpén lesz kimaradjon a buliból. Mert könnyen meglehető kifog a csávó, mert elég kicsit se vezetek ellen. Na de a te zsebedben miféle? Mekkora zsebed, barátom? Egy akna simán. Zsír. Meghalsz simán pár old painless lövéstől, szóval halál. Neki is szórakozásra van most szüksége. Nem hagyhatom ki szegényt. Ebben a ládában valami. Egy-kettő hasznosítható dolog. Erre már csak droidok lesznek. Szerintem, de ez egyáltalán nem biztos. Egy deaktiváljuk a csávot, az biztos viszont. Aztán meghalhat XP-ért. Mit is mondhatnék? Jó üzlet volt, az meg csak egy izé. Karbantartó, ez viszont itt egy energiapajzsos faszfej, szóval... Neki lesz, megnézzük, hogy a zsebébe elfér-e valami, nem krió akna, mert... Azok értékesebbek, másra kell felhasználni. És itt a környéken ezt megszerezhető a különlegesebb... ilyen droid aknal vető buziség. És valami, hogyha ezeket aktiválom, akkor velem fognak együttműködni, szóval ezek így működnek. Ah. Ezért van nálam a droid irányító homokosság. És hogyha erre megyek, akkor tudom szerintem megszerezni a... különleges fegyvert, meg a perket. Csak valahol, valahova le van rakva a különleges fegyver. Ami nem más, mint... ez itt, destabilizátor. Mert már nincsen szükségem, szóval halál. Na, te hova vezetsz? Fegyverlaborban. És itt most pár hullámot végig ki kell állnom, de azt hiszem... ennél? Talán. Ja. Szóval elő kell kapni, mert aztán csak akkor kapom meg a perket, hogyha ezzel fogok menni. Hát majd veszek fel meg, hogy megjavítsam. És kezdjük el. Tudom, hogy lopakozva maradok. Ezzel meg is tudom, hogy javítani, Frankon. Itt egy halálkarom. Közben majd spawnolnak be a dolgok, szóval... te mi vagy, fosztogató, akkor halálra vagy ítélem. Nem tudom, csak végig kell őket nézni, hogy nekem is be kell szállnom a harcba, már nem emlékszek. Egyenesen nézni fogom a dolgot, nem ok, és... halál, hogy ez a halálkarom elintéz mindenkit. Ó, szegény, most kicsit sarokban van szólítva, nem, mert megöljék ezek a szállamos fosztogatók. Pedig a csávára régé meg van zavarodva. Nem, most nem hagyja magát megint. Áh, bakker, meghalt. Akkor beszállok én itt. Mit szóltok hozzá, sekvelyek? Na, hogy tetszik? Ezek egészért kapnak így engem. Erre nem szállítottam. Hirtelen. Jéj, adottság hozzáadva, meg is kaptam. Oké, az a halálkör most viszont szóval fog baszni mindenki. Most, hogy megvan az adottság, én megyek is innen. Megszereljük ezt a rossz fiút. És igazából sajnos többet nem is nagyon fogom használni. Mint ahogy mondtam, hogy nem rajongok értük. Oké, csávol, egyszerűen ne jegy meg nagyon. Szerintem a környéken kell még lennie a különleges... droid ágyúnak. Hát, ami jól jöhetsz, itt van még egy plazma pisztolyom, ami alapban nem kell nekem. Gatling géppuska, lézerpuska pontosabban az se kell. Impulzus gránátok kellenek. Hát, még több jó dolog. Megtehet az eszköztár. Harci páncél, te mi vagy? Tesla páncél. Az se túl rossz. Csak én nem szeretem el a power armorokat, szóval... nem is nagyon fogom használni őket. Mondom, nekem sajnos azok feleslegesek, totál feleslegesek. Ezeket a dolgokat meg magammal akarom vinni, mert frankuk. Egyébnél valami? Há, ez a paci kell nekem. Szóval valami, aminek még van súlya. És nincs rá szükségem. Úgy lesz követni, és szóval... a kínőröm a puskát fogom használni, és mit dobjak el? Téged nem tudok megjavítani, szóval a plazma puskát eldobjuk.